Ebben az évben is megrendezésre került a Gyomendrődi Nemzetközi Sajt és Túró Fesztivál, mely számos gazda, sajtmester, családi gazdaság számára kínált lehetőséget az ízletes remek művek bemutatására és értékesítésére. A színpadi műsorokkal, tánc előadásokkal színesített fesztiválon pincészetek, valamint méztermelők is kínálták portékáikat. A település polgármestere elmondta, hogy 25 évvel ezelőtt egy helyi középiskola kezdeményezésére indult el ez a rendezvény, amelyet az önkormányzat közösen szervez meg minden évben az intézménnyel. Jelen pillanatban is itt van ez az iskola, a Bethlen Gábor szakképző iskola. Akkor ők úgy gondolták, hogy egy olyan gasztronómiai rendezvényt szeretnének elindítani, amelyben az országban nem nagyon van, különleges, és ilyen sajt és túró fesztivál, ami mind a kettő megjelenik, nem volt. És tulajdonképpen ez 25 évvel ezelőtt, 1999-ben indult el, és azóta is tart ez a hagyomány, azóta is tulajdonképpen ennek a rendezvénynek a középpontjában a sajt és túró áll. Elsősorban a sajtok azok, amelyek itt megjelennek, kiállításra kerülnek. Ez egyértelműen abból adódik, hogy azért sokkal könnyebb őket tárolni, sokkal könnyebb őket értékesíteni, de azért megjelenik a túró is, mint alapanyag. Itt mögöttünk éppen palacsintát sütünk, amiben túró fog kerülni, de volt már túrós ételek főzőversenye, tegnap túrógombócot főztünk, tehát tulajdonképpen valamilyen formában ez az élelmiszer alapanyag is megjelenik. A polgármester hozzátette, ez a rendezvény tulajdonképpen egy gasztronómiai fesztivál és a település legnagyobb rendezvénye. A háromnapos eseményre minden évben nagyon sokan látogatnak ki. Timár Attila mesterszakács elmondta, ez az esemény a sajttermelők egyik fő rendezvénye. Több mint 114 sajt került zsűrizésre és bemutatásra. Fóton, Győrben vannak olyan sajtok, akik büszkék arra, hogy a nemzetközi, gyomai nemzetközi sajt és túró fesztiválon voltak zsűrizve a sajtjaik, úgyhogy a 25 év alatt rangot szerzett magának ez a rendezvény. Én úgy gondolom, hogy életképes maradt ez a rendezvény, és megmaradt a családias jellege is. A rendezvényen a gyerekeknek akartak kedveskedni a szervezők. Összesen 600 darab palacsinta készült el, háromféle ízesítésben. Kakaós, túrós és lekváros palacsinta került terítékre. A rendezvény első napján pedig 2024 darab túró gombóc készült el. A palacsinta volt talán a legkelendőbb. A kíváncsiskodók riporterünknek elmondták, nagyon népszerű mai napig ez a finomság a családok körében. Én nagyon szeretem a palacsintát, én is szoktam otthon sütni az unokámnak, mert meg hát ugye a nagytaták már azért mindenhez kell, hogy értsenek. Többek között a palacsinta sütéshez is. Az esemény aktív résztvevője volt a televízió képernyőről bizonyára sokaknak ismerős Szujó Zoltán is, aki gyomaendrődi születésű, és itt töltötte az egész gyerekkorát. Igyekszem azért havonta egyszer-kétszer hazajárni, hiszen édesanyám a mai napig itt él, és vannak itt a mai napig gyerekkori barátaim, úgyhogy azért próbálok viszonylag sűrű jönni, de azért ez egy óriási esemény, ez a sajt és túró fesztivál, és már jóval előtte kérték, hogy írjam be a naptáramba, hogy itt számítanak rám palacsinta sütésnél. Én egyébként gyomaendrődi vagyok, ami azt jelenti, hogy endrődi a család mindkét részről, de gyomán nőttem fel, és a drága néhai nagymamám nagyon sokszor sütött nekem gluténmentes palacsintát, hiszen én gyerekkorom óta lisztérzékeny vagyok, és mindig túróval töltöttem meg, sok mazsolával, úgyhogy én ezt nagyon sok helyen elmondtam már, hogy a kedvenc ételeim egyike az a nagymamám túrós palacsintája, úgyhogy ezért is örömmel vállaltam, hogy én is sütök néhány palacsintát, szigorúan gluténmenteset a gyerekeknek. Fási Ádám előadó művész is évek óta részt vesz a rendezvényen. Gyomaendrő díszpolgára riporterünknek elmondta, hogy az elmúlt időszakban megugrott a fesztivál látogatottsága. A háromnapos rendezvényen több tízezer ember is megfordul, és ez mindenképpen a szervezők dicsérete. Nagyon büszke vagyok Toldi Balázs polgármester úrra, hogy itt már 25 éve megrendezik a sajt és túró fesztivált, tényleg Magyarország egyik legnagyobb fesztiválja, és nagyon nagy öröm számomra, mikor megtisztelnek, hogy jöjjek, süssek, főzek, és most sütünk a gyerekeknek palacsintát, és nagyon örülnek a gyerekek, hogy meghívtuk őket egy reggeli palacsinta evésre. Mi meg sütünk, összeálltak az ismert emberek, Tárok, Szújó Zoli és polgármester úr, Timár Attila, mesterszakács, és én nagyon örülök, mint Gyomaendő díszpolgára, hogy ilyen nemes dologra felkérnek, gyerekekért mindent, akár hajnal kettőkor is felkelünk, hogy a gyerekeknek örömet szerezzünk. A nagy érdeklődés mellett került tehát megrendezésre ez évben is Gyomaendrőd legnagyobb rendezvénye. Az esemény ebben az évben elérte célját. Kijelenthetjük, hogy senki nem távozott üres gyomorral az eseményről.